Debrecennek a legutóbbi mérkőzésükön hazai pályán. 3-2-re megverték a BE a csapatát, és az volt a legelső 3 pontot érő teljes győzelmük a bajnokságban. A DAB pedig 2 mérkőzéssel ezelőtt egy viszonylag gólszegény 1-0-ás mérkőzésen megverte a Feha csapatát. Sziszák, az nagy kísérlet, gól! Nem látott semmit Hetényi Zoltán, és az ukrán játékos találatával 8 perc 21 másodperccel az első harmad vége előtt előnyben a dunaújvárosi acélbikák. Márnela hátul várja, de eladja aztán, és erre Jakabfi csongor csapod le, Jakabfi lassan lövő helyzetbe kerül, Jakabfi még, gól! Hát némileg a semmiből egyenlít a Deac. Egy jó másfél-két percig volt előnyben az acélbikák, és nagyon-nagyon fontos volt, hogy Jakabfi csongor ennyire határozottan és ellentmondás nem tűrően végigvitte az akciót, amelynek a végén be is talál, és ez kié lesz, ez így debreceni játékosi Usnyev. Ellövi Usnyev, fejjel véd a kapus, szép jelenet sor, itt is, ott is, aztán még egy visszatett korong, ott a helyzet! Mihalik András, 2-1, ezúttal már a Deac vezet. Kovács Mamutjáról pattant ki a korong, és Mihalik András volt a legszemfülesebb így a debreceniek csatára, aki győztes gólt szerzett a BIA ellen, ismételten beköszöni. Csere mindkét oldal, remek passz volt előre, Elomá, Elomá, nagy cserek, és egy káprázatos megmozdulás. Elaludt egyszerűen a Deac védelem, nincs mese, Elomá pedig becselezte magát, és a kulacs is repült Hetényi kapujánál, ez pedig általában a gólt jelenti. Most sem volt ez másképp. Bucskin, az első gólszerző, aztán Bucskin azzal mehet is, kapura törhet Bucskin, jaj, de szépen mellé. Ingazov, az pedig egy jó kísérlet, gól! Középen még hozzáért talán Smirnov, igen, ő lesz az. Honfitársa Mingazov bombájába remek ütembe szúrt bele Mark Smirnov, aki betalált az előző találkozón a BIA ellen, és most is eredményes. Ugye Mingazov is gólt szerzett a Jégkorong Akadémiával szemben. Ez sem volt most egyébként rossz elképzelés. Koblár, szlovén válogatott játékos, 16 óta rendszerint részt vesz a szlovén nemzeti csapatban. Usnyev, gól! 4-2! Fél percen belül másodjára veszi be ellenfele kapuját a Deac. Egy újabb orosz Usnyev távoli bombáját, aki a kékről engedte el. Hári fogja vezetni a sort, nem kizárt, hogy akkor ő még hozzáért középen, mert volt még egy csattanás, való igaz. Kedves nézőink, a következő mérkőzés idegenben lesz, a Feha otthonában lép jégre a Deac, a Dunaújváros pedig a Ferencvárost fogadja. A következő hazai találkozón pedig ismételten várjuk majd önöket, most operatőr kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Mindenkinek kellemes hosszú hétvégét, a viszontlátásra, viszonthallásra.